hiszem azt, hogy ez rajtunk múlik. Nekem is okoztak nehézséget, amikor azt mondtam, hogy mi MLM-ben dolgozunk, de ma már nagyon-nagyon büszkén vállalom ezt, mert hiszem azt, hogy a mi 11 éves munkánk, amit ebbe beletettünk, én azt gondolom, hogy méltán lehetünk büszkék erre, és büszkén vállalhatjuk azt, hogy mi az MLM-ben dolgozunk, és valóban nagyon-nagyon jó érzés, hogy ilyen szabadon közösen élhetünk, mert nem hiszem, hogy nagyon sok család engedheti meg magának, hogy a férj és feleség szinte a nap 24 órájában együtt van, és a gyerekekkel ennyi időt tölthet, nem beszélve a rengeteg utazásról, amit ugye a DXN nyújt nekünk. Én azt gondolom, hogy itt, akik itt vagyunk, mindannyian rengeteg utazáson vettünk részt, és bizony ez is az MLM-nek köszönhető, ahány országba mi eljutottunk. De ugye az is nagyon fontos, ahogy mindig mi is tanultuk, hogy add el magadnak ezt az üzletet. Tehát ezt akkor lehet igazán csinálni, hogyha ezt legmelőbb mélyen a szívünkben, de persze azért az eszünkbe is kell tudni és érezni, hogy így van, hogy ez az üzlet nekünk való. És azért az is igaz, hogy ahogy járjuk ezt az utat, időnként fölmerül bennünk egy-egy érzés, hogy elbizonytalanodunk. És el kell fogadni, hogy ez is egy természetes érzés, hogy vannak néha hullámvölgyek. De aztán jön megint a sok pozitívum, és újra megerősödünk, és akkor tudunk ezekre építkezve még magasabbra jutni. Az MLM nem csak a pénzről szól, és nem csak a munkáról, hanem a baráti kapcsolatokról, a szeretetről, az értékekről, egy-egy jó beszélgetésről, és szerintem nagyon jó hatékonyan dolgozunk most már. Én azt mondom, hogy a DXN-ben, de általában az MLM-re mindenképpen igaz a DXN-ben is, hogy mindenhol ott kell lenni, hogy lássanak, hogy az összes kihívást teljesítem, mindenhol ott van a nevem, mert figyelnek az emberek. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy nem, de igenis kinyitják a cég Facebook oldalát, és végignézik azt a listát, és keresni fogják a vezetőjüket, hogy vajon ott vannak-e. Úgyhogy példamutatás, azt gondolom, nőként, férfiként, mindegy, legyünk hatással az emberekre, és mutassunk példát. Szeretném nagyon a helyére tenni ezt a dolgot, és szeretném, hogyha valahogy ez ki is jutna az egész világba, hogy téves elképzelés az, hogy az MLM-ben csak regisztrálni kell, és aztán utána önmagától jön a siker. Ez nem igaz. Azok meg kell nézni, azokat az embereket, akik valódi sikereket értek el, akár a DXN-be, akár bármelyik MLM-be, hogy mennyi energiát fektettek ebbe bele, mennyi munkát tettek bele, amit ez a siker jött. És hogyha valaki, ha bárkik közül valaki szintén ezt szeretné, akkor ezzel kell számolnia. Én valóban hiszek abban, hogy bárki érhet el sikert. Csak az út az nem lesz egyformá. Van, akinek akár egy hónap, öt hónap, vagy akár egy év alatt nagyon nagy sikereket tud elérni az MLM-ben, mert már felépítette önmagát annyira, megtanult egy csomó dolgot, amit meg kell a kommunikációról, az emberekkel való bánásmódról, a vezetésről, saját magáról, ami nagyon-nagyon fontos, hogy a saját önbizalmát már felépítette, és aki így el egy, vagy így kezd egy MLM üzletet, ugyanak sokkal gyorsabb a siker. De legtöbben nem így kerülnek be. A legtöbben tele kudarcélményekkel, csalódásokkal, olyan önbizalom problémákkal, amivel először saját maguknak kell megküzdeni. És egy szponzor szerepe talán abban lehet, hogy ezt az utat végigkísérje a partnerba, és elhiggye, hogy lehet, hogy ez két évig tart, három évig tart, mire egyáltalán a saját önbizalmát visszadolgozza, és lehet, hogy addig rendezvények, könyvek, webináriumok segítik a saját tehát hogy visszajön és elhiggye önmagáról, hogy ő is képes rá, és ha ezt az utat ő kibírja, és végigcsinálja, akkor ugyanúgy lehet sikeres, mint az, aki már ezekkel a képességekkel, vagy ezekkel az adottságokkal az elején nekivág. És képzeljétek el, hogy annak a 2013-as e-mailnek a hatására lépett be tegnap a horgászboltos. Tehát ezzel csak azt akarom, hogy soha ne hidd azt, hogyha kiküldesz valamit, hogy annak nem lesz hozadéka, mert hiszem azt, hogy mindegyiknek valahol van hozadéka. Meg ha mindenki őszintén magában néz, hogy mennyi bónusza van, és mennyi órát dolgozik egy héten, akkor aztán azt hiszem, hogy olyan rohadt boldogok lehetünk, és a fenekünket a plafonba verhetjük, hogy nincs még egy ilyen cég, aki ennyi munkáért ennyi pénzt fizet. A tapasztalat alapján egyáltalán nem fontos a szponzor szerepe, egyáltalán nem a
a szponzoron múlik az egyének a sikere. Én azt gondolom, ez csak egy ilyen hivatkozási alap lehet, hogy valaki sikertelen, hogy hát persze, mert a szponzorom így, meg a szponzorom. Amikor egy csapat kovácsolódik, formálódik, akkor abban szerintem az emberi kapcsolatok, az összetartozás érzése, az, hogy rájövök, hogy bocsánat, hogy Szabékat mondom, de ugye ők magasan fölöttem vannak az én üzlet szintemhez mérten, de ugyanakkor, hogy a dobbantók során sokkal közelebb kapcsolatba kerültem igazándiból velük, megismertem őket, vagy bármelyik őtöket. Tehát, hogy az emberi oldal az, ami ráerősít egy csapatban. Szilárd meggyőződésem, hogy a csapatot a munka hozza össze, a közös munka hozza össze. Persze azt szoktam mondani, hogy el lehet menni egymással egyet bulizni, egyet egy pohár vörösbor mellett, de egy kocsma asztalnál könyökölve nem lesz csapat. Uh-huh. Csapat, ez csak munkába. Verejtékkel lesz összekovácsolva egy csapat. Uh-huh. Legalábbis nálunk így volt. És bizony a leghatékonyabb módszer a tanuláshoz az a másolás. Másolni a másikat. És ezért is jöttem fel ma is a dobbantóba, és nem akartam hozzászólni, hanem figyelni titeket, akik több tapasztalattal rendelkeztek ezen a részen, mint én, az MLM-be, és tanulni. És de látod, erről beszéltem, hogy más területen meg neked megvolt ez az óriási tapasztalatod, amit most behoztál a közösbe, köszönjük szépen. Én előtte a grafikus szakmám mellett a civil területen tevékenykedtem, tehát egyesületek és alapítványok munkáját segítettem, mint tréner és szervezetfejlesztő. És akkor, az akkori tudásomnak megfelelően azt láttam az egyik ilyen legjobb útnak, hogy emberekkel együtt dolgozni, meg nekik segítséget nyújtani, hogy ezeket az alulról jövő kezdeményezéseket igen támogatni az embernek a saját tudásával. És mondom, addig ezt ismertem a legjobbnak. És utána ezt überelte a hálózatépítés. Tehát azt gondolom most, hogy ez egy még jobb terület. Tehát még többet lehet adni, és még igazságosabb, mint a civil szféra. Tényleg ilyen közösség, ahol az emberek segítik egymást, átadják a tudást, az információt, ez nagyon ritka. Úgyhogy, és ez egy nagyon jó dolog. Egyébként egyetlen egy módon tudsz sok pénzt keresni. Az, hogy rengeteg olyan csapattársad van, aki szintén keres sok pénzt. Egyszerűen nincs másik út. Hát akkor ez nem csak a te célod. Egyszerűen én nagyon sok olyan embert szeretnék, aki igenis tud egyről a kettőre jutni, az álmait megvalósítani és pénzt keresni a DXN-nel. Igenis, ez azt fogja eredményezni, hogy én is. De én ezt rengeteg jó dologra tudom használni, és én rengeteget segítek, meg adok nekik, és ez igen. Ez pozitív érzéseket kell ehhez társítani. Egyáltalán nem bűnös dolog sok pénzt keresni, akkor tudsz segíteni másoknak. Mert akinek sok pénze van, az igenis tud akár jótékony célokra hozzátenni, segíteni, van több szabadidőt. Így van, hogyha van valamit, abból tudsz adni. Úgyhogy ne az legyen a cél, és ez nem szégyelni való, mert így tudsz igazán segíteni, ha neked is sok van. Úgyhogy így nagyon sokat számít a gondolkodásmód is. És akkor én hallottam egy ilyet, hogy a bizalom egyenlő pénzzel. És ez nekem gyökeresen megváltoztatott mindent, hogy ha te sok ember bizalmát nyered el, az a pénztárcáddal és a pénz ugyanolyan ütemben fog növekedni. És nem a pénzre kell törekedni, hanem arra kell törekedni, hogy minél több embernek a bizalmát elnyert. És akkor nem lesz soha az életben gondod a pénzzel. És nekem ez egy olyan jó gondolkodásmódom volt, mert onnantól kezdve én azt keresem, hogy minél több ember bízik bennem, minél több országban, minél több kontinensen, ez legyen a célom, és ne feltétlenül a pénzkereset legyen a célom, mert a pénz miatt nem kell aggódni, mert a bizalommal együtt arányosan fog nőni.